Vásári Andrea vendégünk, szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó rendhagyó reggelt. Énekórát tartasz mostanában középiskolásoknak, meg talán 8. osztályosoknak, ugye? Középiskolásoknak és felső tagozatos iskolásoknak. Miért? Azt gondoltuk, illetve azt gondoltam, mert nekem ez már régi ötletem volt. Egyébként nekem van egy tanárképző főiskolán szerzett diplomám, tehát volt egy kis közöm úgymond a tanításhoz. Hát meg az énekléshez is van némi közöd, ezt tudjuk. Ugye a kettőt összegyúrtuk. Valójában az Európai Önkéntességi Év keretein belül zajlik ez a rendezvény, és mivel a fiatalokat, valljuk be őszintén, ugye általában azok a témák érdeklik, amelyeket a tévében látnak, ezért azt gondoltuk, hogy azt az ismertséget, amelyet én mostában megkaptam, illetve megszereztem, azt szerettük volna egy kicsit más irányban is megmutatni, illetve felhasználni, és ennek eredményeképpen jött létre a rendhagyó énekórák vásárlása. Ez azt jelenti, hogy magyarul a te ismertségedet értékközvetítésre használod? Abszolút, abszolút. Ezek az órák, ezek eléggé interaktívak, tehát nem egy meghatározott forgatókönyvről szól. Uh-huh. Amiről mindig beszélek, az természetesen a barokk korszak, illetve a kasztráltak, hiszen az én hangfajom, a férfi szoprán hangfaj azért ebben az időszakban volt nagyon divatos. Megpróbálom mindig olyan érdekességekkel és olyan történetekkel felkelteni a figyelmet a komoly zene iránt is, amely érdekelheti őket. Uh-huh. Tehát ez nem egy száraz énekóra, ahol elmondom, hogy Handel ekkor is ekkor írta ezt az operát, hanem sztorizunk úgymond, és hát interaktív, tehát ők is kérdezhetnek. Hát a komoly zene az már önmagában szerintem nagy kihívás, vagy hát amennyire én a saját énekórai emlékeimre tudok támaszkodni. Tehát komoly zenét megszerettetni és megismertetni gimnazistákkal vagy felsőtagozatokkal az önmagában nagy kihívás. Pláne barokkori komoly zenét, vagy barokkori zenét megszerettetni, az meg aztán pláne. Mennyire érzed ennek a nehézségét? Én nagyon féltem ettől, mert azért ez a korosztály, ugye a gimnazista korosztály már elég fejlett kritikai érzékkel rendelkezik. Beszólnak? Ettől féltem, uh-huh, hogy ez lesz, de azt figyeltem meg, hogy ha valamit az ő nézőpontjuk felől közelítünk meg, és még egyszer mondom, nem egy ilyen száraz uh-huh zenetörténeti előadást tartok, hanem szószosan egy ilyen poénkodás, viccelődés, uh-huh, uh-huh, tehát egy kötetlen légkörben van, akkor figyelnek. Én abban is bízom, hogy a korom miatt is azért közel állok még hozzájuk, tehát nem vagyok még annyira idős. Hát meg sztár vagy, tehát nyilván ez is benne van, hogy idejön közünk. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy sztár. Én is utálom ezt a kifejezést, de mégiscsak ez az igazság. Én azt szoktam, hogy ismert ember vagyok most. Én egyébként erről is beszélgetek velük, tehát arról, ami ma megy a nagy hazai, mondjam ezt, hogy show business, amit uh-huh látnak, az mennyire egy érdekes dolog, tehát mennyire más benne lenni, és mennyire más kívülről látni, és nem akarok itt nagyon elmenni, de tényleg pont, hogy említettette is az értékközvetítés, tehát én arra hívnám fel a figyelmüket, és ezt el is mondom mindig, hogy ha jelentkeznek egy tehetségkutató, vagy bárhova, mindenképpen egy produktum legyen a hátuk mögött, egy olyan dolog, amit megmutatnak, tehát ne az öncélú mutogatás legyen a céljuk, hanem akkor, ha már megmutatunk valamit, akkor valami teljesítményt rakjunk oda. És ezt hogyan látod a fiataloknál, a kérdéseikből, vagy a gondolkodásukból? Ismertek szeretnének lenni, vagy híresek szeretnének lenni, vagy celebek szeretnének lenni, vagy pedig van bennük elszántság, meg vágy arra is, hogy ebbe munkát is beletegyenek? Én olyan gimnáziumokban voltam mostanában, amelyek azért az ország vezető uh-huh gimnáziumai, tehát ott egy olyan réteggel találkoztam, ahol nem ez az elsődleges dolog, uh-huh, hála jó Istennek, hogy ott celebek legyenek, vagy ismertek, de mivel ez áramlik, és ez ömlik rájuk, hogy csak akkor érsz el sikert, hogyha ismernek, és a sztár vagy, hogy celeb vagy, ezért természetesen mindőtt előfordult egy-két, illető, ami nagyon érdekes, hogy nagyon sokan televíziós műsorvezetők szeretnének lenni, úgyhogy úgy néha néztem is, hogy akkor most jó helyen járok-e, de volt jó pár helyen, ahol a művészetek felé is nyitottak voltak. Természetesen nagyon foglalkoztatja őket ez a világ, és hát erről is szoktunk beszélgetni. Igen, az foglalkoztatja őket, hogy televíziós műsorvezető itt ül és látszik a képernyőn, vagy az, hogy egy énekes ott áll a színpadon, és
ováció tör ki, amikor belép és amikor kilép és tapsolnak neki, vagy az is foglalkoztatja őket, hogy emögött mennyi munka van, mert mögötted is elég sok munka van, meg mögöttem is van némely munka. Én erről beszélek nekik, tehát ezt elmondom, hogy nagyon fontos, hogy legyen olyan ember a hátuk mögött, aki véleményt mond, akinek a véleményére hallgatnak és megbíznak. Pont erről a teljesítményről, hogy készüljenek fel, legyen egy produktum mögöttük, próbáljanak meg tenni azért. Ezek elcsépelt szavak, de a kitartás, a szorgalom és a tehetség, ez a hármas kombináció, ez nagyon fontos, ha hosszú távon szeretnének valamit letenni az asztalra, vagy érvényesülni bármilyen szakmában, tehát akár egy rendőr, akár egy orvos, azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos misszió, amit csinálsz, de mit vársz tőle, vagy milyen lehet ennek az úgymond eredményét mérni? Én ezt abszolút semmilyen elvárásom nincs ezzel kapcsolatban. Ugye említettem, ez az Európai Önkéntességi Elv keretében zajlik, és én úgy gondolom, hogy ha csak pár ember, pár gyereknek valami egy-egy mondaton megragad. Nekem volt ilyen az én gimnazista koromban, emlékszem, hogy jöttek ismert emberek, színészek, művészek hozzánk, és egy-egy mondatra mai napig emlékszem, hogy mit mondtak, és mennyire igaz volt. Tehát itt mindenkinek le kell fordítani önmagában, hogy mit tart értékesnek abból, amit én mondjuk ott egy órán keresztül elmesélek. Nekem az a célom, hogy lássanak egy ilyen példát, és lássák azt, hogy lehet úgy is egy olyan műfajban is lehet mondjuk ismerté válni, amely ugye nem annyira populáris, de mindenképpen a munka és a kitartás, és nagyon-nagyon, hát nagyon-nagyon sok kemény munka és lemondás is jár azzal, hogy egy eredményt elérjünk. Na akkor arról mondj még valamit, hogy most ezen kívül, a rendhagyó énekórákon kívül most éppen mi van veled, mire készülsz, hol tartasz? Most megjelent nemrég egy popdalom, amely számomra nagyon újdonság, hiszen még popdalt nem énekeltem, és ezt férfi hangon éneklem. Ez egy kis kirándulás ebben a műfajban, nagyon örülök, hogy megtehetem. Szerencsére azonban a komoly zenei karrierem is szépen alakult, pont tegnap Szegeden, a Dom téren énekelhettem, és számtalan olyan nagynevű felkérésem van, amelyekre nagyon régóta vártam, és nagyon izgatott vagyok emiatt. Ezekről még nem beszélhetek, de azt gondoltam, hogy mégis a nyár közelettével egy popdal azért belefér még így az imidzsembe, ha lehet ilyen csúnya. Ezt a popdalt hoztad most is? Igen. Mert hogy nem engedünk el természetesen anélkül, hogy énekelj. Na akkor halljuk. Köszönöm szépen, Andi, hogy eljöttél. Amilyen a szereped, körbe táncoltál, de sose leszek közelebb. Te a szél vagy, s miket suttogtál, hogy az éj sötét, csak szó beszél, a mélybe így húztál. Hova fúj? Ez a tánc még meddig él, sosem volt az enyém, csak egy éjben izzó fény. Felébrednék, de rabul ejt egy ölelés, hagyj el a remegés. A te már